Köszöntöm nézőinket, Önök Kapos Menti magazinunkat látják. Évindító mezőgazdasági fórumra került sor Dombóváron, amelyre a teljes dél-dunántúli régióban dolgozó mezőgazdászok kaptak meghívást. A fórumon az idei évben újra nyíló pályázatokról és a támogatások szempontjából a 2021-es átmeneti időszak lehetőségeiről is szó esett. Több aktuális témában hallgathattak tájékoztatást az Agrárfórumon Dombóváron. Az idei évben újra nyíló pályázatokról és a támogatások szempontjából a 2021-es átmeneti időszak lehetőségeiről Pap Zsolt György vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár beszélt. A 2020-as évben első állattartó tele beruházási támogatásként megjelenő a járványvédelmi intézkedést tervezzük, mely kizárólag sertés és baromfi tartók számára biztosít lehetőséget a baromfi influenza, illetve egyéb járványok megelőzésére. Ez az intézkedés olyan támogatást biztosít a kedvezményezettek részére, amely a kizárólag járvány megelőzését célzott előirányozni. A 2020-as évi adójogszabály változásokról Francsovics György könyvvizsgáló tájékoztatta a résztvevőket. Majd az új támogatási ciklus várható feltételrendszeréről, lehetőségeiről is szó esett. Pap Gergely, a Nemzeti Agrárkamara főigazgató helyettese a terület alapú és agrárkörnyezetgazdálkodás lényeges szempontjait ismertette. Ez a mai program, ez úgymond már hagyományszerű, tehát minden év elején szoktunk egy ilyen évindító gazdafórumot szervezni Dombováron. Próbáljuk még arra az időszakra tervezni, amikor a földeken még nem kezdődnek meg a munkák. Most különösen aktuális egy ilyen rendezvény megszervezése, hiszen rengeteg új változás előtt állunk. Ugye az idejében záródik egy uniós ciklus, az új valószínűleg nem tud elindulni jövőre, hanem lesz egy átmeneti évünk, tehát pontosan ismerni kell a gazdáknak, hogy az idei év lezárása kapcsán milyen feladataik vannak, a jövő év, mint átmeneti év, milyen újdonságokat tartalmaz számukra, és ezt követően pedig beszélni fogunk még a 22-27-es ciklusról is, ahol szintén új szabályrendszer vár a termelőkre. A rendezvény másik aktualitása arra irányult, hogy a közel egy hónapja alakult gazdakör tagságát bővítsék, hogy minél több gazdálkodó problémáját megismerjék és segítséget tudjanak nyújtani a megoldásban. Ebben a megyei vezetés is partner. Most ugye új kihívás lesz nagy valószínűséggel a csapadékszegénység, tehát ebbe is azért viszonylag jól állunk, hiszen itt folyik el a kapos folyam, és abból esetleg majd tudunk az öntözésre is fordítani vízmennyiséget. Szurkolunk, a megye is segít ebben a történetben, nyilván nekünk saját forrásaink nincs arra, hogy a mezőgazdászokat támogassuk, viszont minden erőnkkel, szakmai is hátterünkkel segíteni fogjuk őket. Elérhetővé váltak a magyarországi iskoláknak a külhoni osztálykirándulásokat finanszírozó Határtalanul program következő tanévének pályázati kiírásai. A Dombóváron szervezett információs napon elhangzott, hogy Tolna megyéből közel 2000 diák részesülhet a 100%-os, vagyis a nyertes pályázók összes költségét fedező állami támogatásból. 2011 és 2018 között 300 ezer diák vett részt a Határtalanul programban. A 2019-2020-as tanévben pedig 101 ezer diák tesz kirándulást a határon túlra. A trianoni békediktátum 100. évfordulója kapcsán Potár Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár elmondta, hogy a nemzeti összetartozás évéhez is kapcsolódik a Határtalanul program. A Dombóváron szervezett információs napon elmondták, idén a program keretösszege 4,7 milliárd forint, a pályázatok beadásának határideje március 30-a. Tolna megyéből közel 2000 diák részesülhet a 100%-os, vagyis a nyertes pályázók összes költségét fedező állami támogatásból. A dombóvári tanulók nem először vesznek részt a Határtalanul programban. Tavaly az erdélyi Erdőszentgyörgyön töltöttek el több napot kísérő tanárokkal a diákok. Az Eszterházi Szakképző Iskolából közel 100 gyerekkel érkeztünk erre a Potápi Árpád János nemzetpolitikai felelős államtitkár úrnak az előadására, tájékoztatójára. Ennek az az oka, hogy tavaly már egy határtalanul sikeres pályázaton a gyerekeink egy partneri kapcsolatban voltak kint Székelyföldön, Erdőszentgyörgyön, és hát közben ugye vendégül láttuk a Székely gyerekeket is. Hát meg kell mondjam, hogy rég volt ekkora élményben része a gyerekeinknek, és amikor hazaértek, rég volt ilyen sok mese,
beszámoló, és amit nagyon nem szeretnek ma már a gyerekek, hogy írásban valamit közölni, de önként és dalolva írták le élményeiket, és így a pályázatnak a sikerességét ez is bizonyította. Hát a Nemzeti Összetartozás évének szerintem ennél jobb programja, projektje nem lehet, mint a határtalanul programok, és idén is megpályáztuk ezeket, és nagyon szerencsések vagyunk, mert nyertünk egy tanulmányi kirándulást is, mellette nyertük a partneri együttműködő kapcsolatot is, tehát tulajdonképpen két nagy csoportunk fog Erdélybe menni, és várjuk a Székely barátainkat, mert most már nyugodtan mondhatom így, hogy a Székely barátainkat, és nagyon-nagyon-nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, amellett, hogy kiterjesztették az államtitkárságon ezt a lehetőséget, hogy több nap is részt vettünk, ugye tavaly csak 3 napos volt, de idén már 5 napokat fogunk tölteni kint Erdélyben. A csereprogramban az történik, hogy elsősorban ugye egy szakmás projektnap van, és a Kós Károly Székelyudvarhelyi szakközépiskola, hát liceumnak szintén van egy vendéglátós képzése, és a mi gyerekeink, akik kimennek a partneri kirándulásra, ott ezekkel a szintén vendéglátós gyerekekkel fognak találkozni, és egy közös egésznapos rendezvényen vesznek részt, és közösen fognak valamit elkészíteni. Hát nem biztos, hogy az kürtös kalács lesz, de itt nálunk, meg nem biztos, hogy Rákóczi túrós, de egy olyan elképzelésünk van, hogy közösen fognak valamit alkotni, kint is és itt is. A másik csapat, akik csak tanulmányi, úgymond csak tanulmányi kirándulásra mennek, ők is találkoznak, tehát annyi, hogy azért útba ejtjük, hogy üdvözöljük őket, és megköszönjük ezt a kapcsolatot nekik. Egy alkalommal megy 31 diák, 4 nevelővel, tehát azt jelenti, hogy 2 programban 62 diák vesz részt, plusz 8 nevelő. Azért vagyunk 100-an, mert mellette még egy elképzelésünk és tervünk van, hogy az intézményünk tavaly egy színjátszó csoporttal megtanulták Ober Frank Pál színművész veszprémi színházigazgató úrnak a segítségével Karintinek a tanárúr kéremet. Na most ez 2-szer megtelítette itt a színházat, és hatalmas nagy sikere volt. Mi is nagyon büszkék voltunk rájuk, és hát sajnos azóta már nincs körünkben, Karinti mától is itt volt, és tiszteletét tette, és mi nagyon örültünk annak, hogy nagyon-nagyon elismerő szavakkal nyilatkozott, hogy ez mi köze van a mi partner kapcsolatunkhoz annyi, hogy ezt az előadást szeretnénk majd tavasz végén kivinni Erdélybe, és ott már az egyik tanácsnok úrnak a segítségével elkezdődött a szervezés, hogy a udvarhelyen egy színházi előadást tudjunk tartani a partnereinknek. A magyarságtudat erősítését és a határokon túli magyarokkal való ismerkedés fontosságát emelte ki Pintér Szilárd polgármester. Fiatalok azon kívül, hogy próbálunk belőlük lokálpatriótákat, dombavárjákat és dombavári környékeket nevelni, hiszen ez a 6 iskolába a járó diákok nem csak dombavárok kerülnek ki. Nagyon fontos, hogy a magyarságtudatot is erősítsük, és a program keretén belül megnyílik annak a lehetőség, hogy magyar találkozhat magyarral. Nyilván nagyon fontos és nagyon megtisztelő, hogy ennek a nyitó rendezvénynek ma Dombavárat ad helyszínt, tehát azt gondolom, hogy ebből a szempontból szerencsések vagyunk, hogy államtitkár úr ennek a körzetnek az egyéni képviselője. Nem új jelenségként jelenik meg Dombán ez a program, hiszen visszamenőleg hosszú évekre már sikeresen a dombavári diákok részt vettek ezekbe a programokba. Ami még nagyon fontos, és azt gondolom, hogy az nélkül ez a program nem működhetne, ha nem lennének elkötelezett pedagógusok, akik mindenben segítenek, és ez a program csak attól tud sikeressé válni, hogy gyakorlatilag ők a szervezésbe és annak megvalósításába aktívan részt tudnak venni. Országos szinten 101 ezer, többségében 7. osztályos diák, összesen 450 ezer vendégéjszakát tölt el a környező magyar lakta területeken. 101 ezer
diák utazott, illetve utazik még, hiszen még nem zárult le ez a programév, határon túli magyar területekre, illetve kisebb részben határon túli magyar középiskolások is érkeznek hozzánk. Ez azt jelenti, hogy 60 nyertes pályázatról lehet a megyére vonatkozólag beszámolni. Ez egy nagyon szép szám, több mint 2000 diákot érint a program. Szeretnénk azt elérni, hogy magyarországi gyerek úgy a magyarországi iskolarendszert ne hagyhassa el, hogy a magyar kormány támogatásával iskolai szervezésben valamilyen magyar területre, valamilyen magyar településre ne látogatott volna el, illetve az ottani gyerekekkel ne alakított volna ki kapcsolatot. Egyébként felméréseink is voltak a múlt évben, a 23 éves korosztályra vonatkozólag, több mint 5000-es mintát néztünk meg, és az jött ki, hogy a gyerekeknek, vagy a fiataloknak a 78%-a járt már határon túl, és körülbelül a kétharmadának van egy vagy több barátja. Én azt gondolom, hogy ez egy szép eredmény, ezen már csak javítani tudunk, és örülök annak, hogy a diákok felkészültek ebben a témában, és egyre nagyobb arányban várják örömmel ezeket a kirándulásokat. Egy országos roadshow-t vagy egy ilyen tájékoztató körutat szervezünk meg. Ez az első állomása, tehát mondhatjuk azt, hogy a tájékoztató körútnak itt Dombováron van a nyitó állomása, jövő héten Pakson lesz, és hát körbe az országba, tavaly 30 ilyen volt, most is körülbelül ennyivel számolunk. A tájékoztatás során bemutatták a programot támogató két kiadványt is. A Rákóczi nyomában Kárpát-medence útikönyvet, valamint a Magyarságháza és a Székelyföld legendárium gondozásában készült Bakancs lista füzetet, melyek egyaránt segítséget nyújtanak a fiataloknak az utazás során. Utóbbi 111 Kárpát-medencei településre hívja fel a diákok figyelmét. Az országgyűlés 6 évvel ezelőtt nyilvánította február 19-ét Kossuth Zsuzsanna születésének évfordulóját a Magyar Ápolók napjává. Dombóváron a Szent Lukács kórházban ebből az alkalommal tartottak ünnepséget, és második alkalommal részesült elismerésben az intézményben dolgozó ápolójuk. Kiemelten fontos a megbecsülés, az elismerés, az ápolói életpálya fejlődésének előmozdítása és az ápolás presztízsének emelése. Ebből az elgondolásból második éve választják ki titkos szavazással az év legjobb ápolóját Dombováron, akit ünnepélyes keretek között jutalmaznak meg. Benkő Tíme az egészségügyi intézmény ápolási igazgatója volt a kezdeményezője a 2019-ben megalapított Kossuth Zsuzsanna díjnak. Azt gondolom, hogy abból az önző meggondolásból, hogy a kollégáinkat elismerjük csupán egy aprósággal, szeretettel, vagy egy kis odafigyeléssel. A díj az egy egyedi kerámia ékszer, ezt egy Somogy megyében, egy kis faluban élő kerámikus művész ajánlotta fel a díjazottnak, ez egy egyedi készítésű ékszer, úgyhogy ilyet még egyet az országban nem találunk. Az idei évben a kollégák Nagy Józsefnét találták érdemesnek a díjra, aki 1985 óta dolgozik a szakmában. 16 évig a neurológiai osztályon végezte munkáját, jelenleg a mozgásszervi rehabilitációs osztály dolgozója. Munkájában szorgalmas, pontos és lelkiismeretes, hatalmas emberi értékekkel bír. Munkatársai bármikor számíthatnak rá. Hatalmas empátia jellemzi, amely még inkább kifejezi, hogy ápolónőnek született. Gyerekkoromban bekeveredtem a kórházba, ilyen hasi problémával, aztán tetszett, amit ott láttam, és ez bennem maradt. Persze mindennek megvan a nehézsége és meg a szépsége. A nehézsége az, hogy az emberek nagyon változnak, és nehéz őket jó irányba terelgetni. A szépsége, azt meg nekünk kell észrevenni napi szinten, én úgy gondolom. Egy kedves mosoly, vagy egy köszönöm szó, ez már én azt gondolom, hogy sokat lendít. Észre kell venni a szépségét, mert különben elséklik. Így lehet ezt szerintem szeretettel, tiszta lelkiismerettel végigcsinálni. Az elismerés nem jár pénzjutalommal, csak egy egyedi, égetett kerámia ékszert kap ajándékba a titkos szavazással megválasztott ápolónő. A Vízkeresztől Hamvazó szerdáig a nagybőjt időszakáig tartó időszakot hagyományosan vidám mulatságok, bálok, lakomák, népünnepélyek jellemzik. Döbrökközön idén is megtartották a jelmezes felvonulást az általános iskolások az integrált közösségi és szolgáltató térben.
Február nem szólhat másról Döbröközön, mint a Falsangról. A vízkeresztől halmazó szerdáig a nagybőjt időszakáig tartó időszakot hagyományosan vidám mulatságok, bálok, lakomák, népünnepélyek jellemzik. A döbrökközi általános iskolások is megszervezték a télűző programot, melynek része volt az imént látott báb produkció is. Már hetekkel ezelőtt megkezdődött a lázas készülődés. Jelmezek készítése, színpadi próbák, vers és tánctanulás. A csodálatos jelmezek a szülők munkáját dicsérik, a színpadon megjelenő műsorszámok és azok koreográfiái a pedagógusok ötletességét, kreativitását, munkáját és a gyermekek szeretetét bizonyítják. Mindig ötletes jelmezek készülnek, a kisebbek általában egyéni jelmezeket mutatnak be, amikben a szülőknek a munkája ugye nagy mértékben dominál, hisz hozzájárulnak, segítenek, hogy elkészüljenek ezek a jelmezek. A nagyobbak általában csoportos jelmezeket mutatnak be. Itt mindig az aktuális zenei trendek, illetve a mesékből vett elemek dominálnak. A gyermekek kitartóan, szorgalmasan, motiváltan, felszabadultan, boldogan működtek együtt egymással, a közös cél érdekében. A jelmezes felvonulást egy értékelés követi. Általában külön értékeljük az egyéni jelmezeket és külön a csoportos produkciókat. Aztán pedig közös mulatsággal záródik az este. 6. évfolyamos osztályfőnök vagyok, és a gyerekekkel közösen elkezdtünk azon gondolkodni, hogy milyen kis produkciót tudnánk előadni. Közösen megegyeztünk abban, hogy egy X-faktort fogunk előadni. Nagyon lelkesen és nagyon sok próbát vett igénybe a gyerekek szervezése, kitaláljuk a feladatokat, de nagyon ügyesen vettek benne részt. Már hetekkel ezelőtt elkezdődtek a próbák, és nagyon sikeres produkciót láthattak szerintem a közönség, de meg kell dicsérnem a többi osztály előadásait is. Mindegyik évfolyam kitett magáért, rendkívül változatos, színes egyéni jelmezek voltak. Ebben az évben is elmondható volt, ez jobb volt, mint az eddigiek. Egyéni jelmezés talán kevesebb volt, mint a korábbi években, de most is láthatott a közönség hercegnőt, boszorkányt, méhecskét. Műsorszámmal is készülő jelmezés csoport viszont annál is több akadt. A zsűrinek, mint mindig, most is nehéz dolga volt, de végül minden jutalom gazdára talált. Ebben az esztendőben már 42. volt a sorban a szakcsiak borversenye. A termelői és versenyzői kedvet is jelöli, hogy 116 minta közül kellett a zsűrinek kiválasztania a legjobbakat. Bár az eredményt még csak a zsűri ismerte, a résztvevők vidám mulatsággal ünnepelték meg, hogy immár 42. alkalommal rendeztek borversenyt Szakcson. Több mint 4 évtizedes hagyomány az is, hogy itt nem csak a helyi termelők számára nyílik megmérettetési lehetőség, a versenyre a közeli településekről, Kocsoráról, Kurdról, Dalmatról is érkeznek minták. A termelők összesen 116 bor mintát küldtek a bírák elé. Ebből a 116 mintából 39 aranyérem, 44 ezüst és 33 bronz érem szület. Ez nagyon szép eredménynek tartom én, hiszen a közel 120 mintából 40. Az idei évben is a vörösborok remekeltek. A legtöbb minta is ebből a fajtából érkezett, 75 tételt kellett megkóstolnia a bírálóbizottságnak. Annak ellenére, hogy a rozék népszerűsége egyre nő, a gazdák összesen 9 borral neveztek. A vörösből 28 arany, 25 ezüst és 22 bronzérem, a fehérből 9 arany, 16 ezüst, 7 bronz,
és a rozéből a 9-ből 2 arany, 3 ezüst és 4 bronzérem született. Mindig díjazzuk a legjobb bortermelőket, a legjobb 3 bortermelőt, akik a legtöbb aranyat, ezüstöt, bronzot adják le. Így a 3. helyezést egy 6 mintából 6 aranyéremmel egy Szappanos Zsolt bortermelő érte el, aki éppen Ozoráról érkezett hozzánk. 2. helyezést érte el egy 10 mintából 4 arany, 5 ezüst és 1 bronzéremmel Bálint Zoltán termelőnk, aki helybeli. 1. helyezést ért el 12 mintából 5 arany, 5 ezüst és 2 bronzéremmel, szintén helybelink Staud Hollósi Pince. Díjazni szoktuk a legjobb vörös, legjobb fehér, legjobb rozéborokat. A legjobb vörös egy kékfrankos lett Simon Pincétől, a legjobb rozé szintén tőlük, ami ebből a kékfrankosból készült rozé, és a legjobb fehér pedig egy olasz rizling, ami nem helybeli termelő, de a legjobb olasz rizling az övélet Szappanos Zsolté Ozoráról. A szeretet, az élvezet és a szenvedély fűt bennünket, hogy minden esztendőben jobb és jobb bort készítsünk, mondta Hollósi Tibor, aki a fővárosi létet hagyta ott a vidéki élet kedvéért. Apósom révén örököltünk egy szőlészetet, és a sógorommal kezdtük el művelni, és igazából minket a szeretet motiválta a szőlészet és a borászat iránt, és én annak idején olvastam egy cikket, hogy Spanyolországban a Serranói sonkában is kiosztották az Oscar-díjat, és egy kis termelő nyerte el ezt a díjat, és megkérdezték tőle, hogy mi a titka. És az volt a válasz, 3 szót említett meg az úriember, hogy a szeretet, élvezet és a szenvedély. És a mi munkásságunkat is ez a 3 tényező járja át, és azt gondolom, hogyha mindenkinek a munkájában megvan ez a 3 tényező, akkor az nem egy munka, hanem egy hobbi, és a szeretettel csinálja. És az akkor megvan, és az eredményben magától jön. Valószínűleg a szakcsi bortermelők mindegyike egyetért Hollósi Tibordal abban, hogy bár fontos visszajelzés a borversenyek eredménye, de az igazi győzelmet az adja, ha munkájuk, vagy nevezzük a fentiek alapján hobbiuk gyümölcsével, egy jó ízű nedűvel megvendégelhetik barátaikat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!